Kárpátia zenekar koncertjén. Két hőtagot köszönhetünk. Ja. Ja. Köszönöm, hogy benne beálltad. Én meg egész és zeneművészek, mint azt sikerült korábban megtudni. Igen, én fúgyászakon végeztem. Igen, én meg még akkoriban Berlinben a Zeneművészeti Egyetemen cselló szakon. Mióta játszottok itt a Kárpátia zenekarban? Én már ebben az évben lesz 9 éve. Én meg most azt hiszem 4 éve kezdtem. Most úgy, hogy rendszeresen, hogy minden koncerten itt vagyunk, most végig jár. És mi volt az a cél, vagy miért kerültetek a Kárpátia zenekar közelébe, miért vonzottok a Kárpátia zenekarhoz? Hát igazából a Kárpátia zenekarnak, ahogy láttatok is, nem közönsége van, hanem közönsége van. És úgy gondoltuk, hogy mi is szeretnénk ehhez a közönséghez tartozni, hogy ilyen eszméket halljanak, és ezt tovább adjuk. Mi a zenén keresztül adjuk ezt tovább. Igen, úgy van. És azért szerintem a zene önmagáért is beszél, szóval annyira inspiráló zene, hogy egyszerűen én is úgy éreztem valamikor, hogy szeretnék még hozzá valamit alkotni, és persze az egész eszmét is támogatni szerettem volna, és egyszerűen annyira gyönyörű, énekelhető, szívhez szóló dalokat találtam a Kárpátiában, hogy kezdtem én is úgy saját melódiákat hozzáírni, akkor leadtam a CD-t, ahol játszottam saját dalokat, meg a Kárpátiát kísértem, és akkor úgy megtetszett nekik, és engem is bevettek. Nem csak a zene, hanem a szöveg. Hasonlíthatnánk ezt akár a magyar konyhához is. Azt mondják a magyar konyháról, hogy megvan minden hozzávalónk. Nincs ilyen az egész világon, csak itt a Kárpát-medencében. De van még egy nagyon fontos dolog. Hiába van meg a hozzávalónk, hogyha nincs hozzá szív, nincs hozzá lélek. Valahogy ezt tudom hasonlítani a Kárpátia zenekarnak a koncertjeihez. Ha valaki már volt itt egy koncerten, azt érezheti, hogy szépek a hangok, nagyon szép a zene, nagyon jó a szöveg, de van valami plusz, valami hihetetlen töltet, és az emberek úgy távoznak innen, hogy legszösebben akár a határhoz is vonulnának, a magyar haza védelmében, a magyar haza előre menetelének érdekében. Hogy vagytok ti ezzel? Igen, szerintem ez nagyon fontos, ezt így, hogy ezt így kimondod, mert én is úgy érzek minden koncert után, hogy ez valami különleges. Nem csak egy rockkoncert, hanem itt összejönnek emberek, akik úgy érzik, hogy van még fontosabb annál, hogy külföldre menjünk, még több pénzt keresni, még jobban meggazdagodni, még jobban érvényesülni, szóval szerintem van még mindig sok ember, aki úgy látja, hogy van egy közös lelkünk nekünk magyaroknak, és hogy ezt egyszerűen érdemes megóvni, mert ezt teszi valahogy különlegessé az itt létet is, és az egész életet, szóval sokkal. Én nem mennék el, én Németországban nőttem fel, 4 éves korom óta ott éltek a szüleim, és most egy ilyen 5 éve visszatértem Magyarországra, és már biztos nem mennék el, és ennek egy oka biztos, hogy a Kárpátjának a zenéje. Így vagyunk ezzel mi itthon, akik itt nőttünk fel, és így van ez minden koncert után. Hova megy most legközelebb koncertezni a Kárpátia zenekar? Tudtok-e valamit erről? Persze, hát igazából járjuk az országot. Határon túl is, és a Dun határon túl is vannak koncertünk, már sajnos Erdélyben valószínű, hogy nem lesz, mert Krásanyinak van egy ilyen feljelentettük sajnos. Igazából már csak a felvidékre mehetünk, de itt a Csonka Magyarország területén rengeteg koncertünk, a legközelebb a Fülöp-mezőkövetben koncertezünk. Hányadik koncert volt ez vajon? Csak úgy körülbelül? Hát most vagyunk az ezredik, egy áron, ahol azt ünnepeltük nyáron. Hát igazából az volt, szinte minden, sőt minden hétvégén. Egy-két hétvégén maradt ide, de folyamatosan. Hát akkor még sok ezer koncertet kívánunk a Kárpátia zenekarnak. Nektek pedig sok sikert, minden jót kívánunk. Köszönjük szépen nektek!